Mindenki menjen el szavazni májusban. Erre buzdít az Európai Szakszervezeti Szövetség, és azt kéri tagjaitól, hogy csak olyan pártot támogassanak az EP választáson, amely a munkavállalók érdekeit képviseli. A szövetségnek 5 magyar konfederáció is tagja. A szervezet vezetői szerint meg kell védeni a demokráciát és a demokratikus alapelveket. Úgy vélik, az új igazságos Európában mindenkinek fizetésemelés jár, a bevándorlók integrációjáért és befogadásukért pedig a tagállamoknak együtt kell dolgozniuk. Stúdióban pedig Palkovics László, két szakszervezeti szövetségben, amelyik pártsemleges, az egyiknek, a munkástanácsoknak az elnöke. Jó estét kívánok! Palkovics Imre. Imre, bocsánat. Igen. Bocsánat, László, a miniszter. Bocsánat. Igen. Elnézést kérek. Na hát hallottuk itt, ugye, hogy van ez a bizonyos Európai Szakszervezeti Intézet nevű tömörülés, mindenféle ötleteik vannak, egész ilyen pártprogramhoz hasonló, de mielőtt elkezdődik, hogy végigmennénk ezen, ők tartottak április elején egy felkészítést, egy edzőtábort itt Magyarországon. Bizonyos szakszervezeteknek önöket meghívták erre, a munkástanácsot volt? Minket nem hívtak meg. Értem. A szakszervezeti intézet, ez a kutatóintézete az Európai Szakszervezeti Szövetségnek, amelynek hát vannak ilyen, meg vannak olyan ideológiájú kutatói, és politikusai, politológusai, politikatörténészei, akik hát úgy gondolják, hogy az európai baloldalnak az elvesztett bázisát úgy lehet visszaszerezni, hogyha megpróbálják a régi modellt fölállítani, vagyis hogy a munkásság politikai képviseletét azt az európai baloldal úgynevezett szociáldemokraták, szocialisták látták el. Tehát ettől eltávolodtak, ez kiüresedett ez a politikai tér. 2019-et írunk. És most próbálják ugye visszaszerezni ezt a bázist, és hát ígérgetnek fűt fát, kolbászból kerítést. Európai parlamenti választásokra készülünk, hát nyilvánvaló, hogy az ő érdekük az, hogy a velük szorosan együttműködő, most megint együttműködni szándékozó politikai erőket, szocialista pártokat, szociáldemokrata pártokat. Tehát egyértelműen oda kötődnek. Bázishoz juttatni ezek által, az ígéretek által. Önöknek van arról információjuk, hogy mi hangzott el ezen a felkészítőn, milyen témák voltak? Hát elég érdekes kitételek voltak ott egyes résztvevők részéről, többek között, hogy meg kell akadályozni, hogy a munkásság körében is az úgynevezett populista politika teret nyerjen, hogy a jobboldali bázissal rendelkező pártok, illetve munkásság körében is ugye a jobboldali pártoknak nagyobb bázisa legyen, ezért a mozgalomból úgymond ki kell zárni azokat az egyéneket, azokat a szervezeteket, akik ezeket a úgynevezett populista politikai erőket. Aki szimpatizál támogat mondjuk egy magyarországi jobboldali párttal, azt zárják ki? Hát azt ki kell zárni, hangzott el egy ilyen kitétel, mielőtt ők zárnak ki minket, mondták ők, ezek a baloldali politikai értékeket valló résztvevői voltak ennek a tanácskozásnak. Ki dönti azt el, hogy ki szimpatizál egy magyarországi, mondjuk középjobb párt? Hát ugye ez egy modellvita zajlik, mint politikai, mint társadalmi szinten Európában, vagy lehet azt mondani világszerte is, és az egyik ilyen központi téma, hogy ez a bevándorlás kérdése. Az Európai Szakszervezeti Szövetség a bevándorlást úgy általában támogatta, amióta létezik, de nem volt tömeges bevándorlás. Migráns munkavállalók mindig voltak, 10-esével, 20-asával, 1-esével, 2-esével érkeztek. Nagyon pozitív emberi tulajdonság és szolidaritásból fakadó támogató programjai voltak az Európai Szakszervezeti Szövetségnek. Most viszont, hogy tömegessé vált a bevándorlás, ez már nem ugyanaz a megközelítés. Azt a kérdést ugyanis nem vetik föl ezeken a vitafórumokon vagy fórumokon, hogy a kiszolgáltatott, jogtalan, nyelvet nem ismerő, szakmát nem ismerő tömegek a munkaerőpiaci megjelenéssel vajon erősítik-e az európai munkavállalók alkupozícióit, vagy netán csökkentik? Ugye látok itt egy ellentmondást. A szakszervezet általában azért harcol, hogy magasabb béreket érjen a dolgozók. Ha bejönnek tömegével olyan emberek, akik esetleg el tudják látni azt, hogy hasonló munkát, akiket felér lehet alkalmazni, az nem erősíti? Ez semmiképpen nem erősíti. Szép dolog a szolidaritás, és ezt nem is szabad feladni. Szakszervezetek körében ez egy alaptétel, de nyilvánvaló, hogy meggondolatlanul, mondhatnám azt, eszetlen módon olyan programokat támogatni, ami egyébként a befektetők érdeke, függetlenül attól, hogy Európában milyen társadalmi, kulturális viszonyok uralkodnak, beengedni olyan tömegeket, amit látunk, ugye, hogy csak ezek az alaptételek, hogy párhuzamos társadalmak alakulnak ki, hogy ezek a bejövő munkavállalók, migránsok, bevándorlók nem hajlandók átvenni azt a kultúrát, amiben egyébként ugye a többség még ma
téma dolgozik és létezik ugye a hétköznapjaiban. Ez azért mindenféleképpen egy vitát megér, hogy valóban a szolidaritásnak ezen a szinten, ilyen formában is működnie kell. Ugye ez szakszervezeti feladat, hát ez egy következő kérdés. Így van. Azért, ahogy én végignéztem a programpontjukat, hát ez egy ilyen politikai statement tulajdonképpen. Ez teljesen egyértelmű, hogy kezdtem is a mondókámat, ugye az a lényeg, hogy megpróbálják Európa szerte a munkásságot, mint valamikor volt társadalmi bázist, ugye visszaszerezni maguk alá ezek a politikai pártok. Hát a globalizáció elterjedésével és a neoliberális gazdaságpolitika támogatásával nem véletlen módon ürültek ki ezek a baloldali pártok, és ma már csak mutatóban lehet látni egy-egy kormányon lévő baloldali pártot Európa szerte, vagy világszerte, de ez nyilvánvaló egy politikai választás, mint az európai parlamenti választás környékén, ez nyilvánvaló érthető szándék a részükről. A más kérdés, hogy a társadalom vagy a munkavállalók mennyiben adnak hitelt ugye ezeknek az ígéreteknek és próbálkozásnak. Önöknek, mint munkástanácsoknak milyen a viszonya ezzel a szervezettel? Nekünk tagi viszonyunk van. Önök tagjai és az akkor az önöknek is szól. Európai Szakszervezeti Szövetségnek tagjai vagyunk. 1993-ban léptünk be a többi magyar szakszervezettel közösen, illetve elsőként léptünk be annak idején. Nyilvánvaló, hogy... Miért nem hívták meg önöket erre az edzőtáborba? Sok víz lefolyt azóta a Dunán, és hát elkülönülnek. Azt láthatjuk, hogy a politikai szintéren és ugye hagyományosan szociáldemokrata vagy kereszténydemokrata politikai pártok is hasonló módon ítélik meg az európai jelenségeket. Ebből a sorból, ebből a fő sodorból ugye kilógni látszanak azok a pártok, vagy azok a kormányok, amelyek másképp ítélik meg az európai fő kérdéseket, itt a migráció kérdését is, bevándorlás kérdését is. Hát valószínű, hogy szakszervezetek is leképeződnek hasonló módon. Tehát akkor ön tulajdonképpen burkoltan azt mondja, hogy önökre rásütötték azt, hogy önök jobboldali szakszervezet. Hát egyrészt ránk sütötték, másrészt az értékrendünkből fakadóan keresztény szociális értékeket vallunk, és nem osztályharcos alapon. Így van, és nem osztályharcos alapon kívánjuk a problémákat rendezni, meg soha nem is kívántuk ilyen formában rendezni. Ők ebből a politikai modellből nőttek ki, és váltak ugye szociáldemokrata vagy szocialista értékrendű szervezetekké. Már ugye az idők megváltoztak, más gazdasági, társadalmi kihívások vannak, ezekre más módon, kompromisszumokkal, más megoldásokkal lehet reagálni. Ön hogy látja, tehát Nyugat-Európából megadták a startpisztolyt, vagy eldördült a startpisztoly, a magyar, mondjuk baloldalhoz kötődő szakszervezetek bele fognak szállni a kampányba? Hát beleszálltak már nyilvánvaló, közismert itt járt Timmermans úr is valamikor az év elején, a baloldali szakszervezetek találkoztak vele, mondjuk a lehetőség nekünk is megvolt, hogy találkozzunk vele, de nem igazából volt hozzá kedvük. Mostantól kezdve, amit csinálnak a szakszervezetek, azt kampányeseményként kell értékelni. Ebben a vonatkozásban, ezekben a dimenziókban, igen, ahol európai szakszervezetek. Mi is a kampányban ilyen formában beszállunk, megmondjuk, hogy nekünk mi az álláspontunk, nem fogadjuk el azt a nézetet mi szerint is, ha nem támogatjuk a migrációt ilyen formában, mint ahogy azt Európában illik támogatni, attól mi még nem vagyunk rasszisták, nem vagyunk fasiszták, nem gondolom, hogy szélsőséges nézeteket vallanánk. A magyar társadalmat megkérdezte a politika, megkérdezte a kormány, túlnyomó többsége úgy döntött, hogy a migrációt ilyen formában, ahogy az Európában dívik, nem támogatja. Azt gondolom, hogy mi tagjaink is hasonlóképpen ítélik meg arányaiban ugyanezt a kérdést. Hát aztán még a szélsőségek ellen is fel akarnak lépni, meg van egy jó marxista része is, tehát csupa érdekes dolog volt. Palkovics Imre, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, holnap is lesz Magyarország élőben, ugyanebben az időpontban. Nézzenek minket holnap is, viszontlátásra.